A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nos, hát köszöntöm a nézőket, kérdem én önöktől, hogy Burmába utazunk, vagy Burma jött el hozzánk? Hát most ez utóbbi lesz, igaz, kedves nézőink? Itt a fehérvári beszélgetésekben egy fantasztikus, csodálatos, aranyos és meg annyi jelzővel tudnám illetni azt a kutyust, akit mindjárt meg is fogunk önöknek mutatni. Egy tibeti terrier és gazdája, Megyeri Évi a vendégem itt a stúdióban. Nagyon szeretettel köszöntelek. Mi is köszönjük szépen a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk Burmával. Köszönjük, Reni. Köszönjük. Ugye Burma, illetve maga a fajtája, ugye a tibeti terrier egy ragaszkodó, kedves, olykor azért tudjuk, hogy makacs is tud lenni, de egyébként nagyon szereti a társaságot, és nem annyira szeret egyedül lenni. Nem. A tibeti terrier jellemzése teljesen jó, amit mondtál. Ő egy nagyon családcentrikus, és valójában egy ilyen falka összetartó kutya. Nem szeret annyira nagyon harsány lenni, de szereti, ha mindenki otthon van, szemmel tart mindenkit, és akkor boldog, amikor mindenki otthon van. Nem feltétlenül kell neki fizikai közelségbe lennie. Ő elvonul, lát, szemmel tart, de ezzel a tibeti bölcsességgel ő úgy van, hogy egy kiegyensúlyozott családba egy kiegyensúlyozott szerepet vállal. Tehát ő nagyon szereti a gyerekeket, nem tolakodó, nem ugrál, nem harsány, nem ugat. Tehát ő két dolgot ugat nálunk, az egyik a postás, a másik a kukás autó, és egyébként nem jellemző. Tehát egy nagyon nyugodt kutya. Persze ehhez az is kell, hogy nyugodt környezetbe egy következetes mindennapokkal neki kiegyensúlyozott életet teremtsünk, de alapvetően nyugodt kutya, nagyon. Én azért tartottam fontosnak, hogy eljöjjetek, és egy kicsit a fehérvári közönség előtt még jobban bemutatkozzatok, mert hogy az egyik, hogy azt gondolom, hogy az állatokat a legtöbb ember szereti, és csak bízni tudnék abban, hogy majd egyszer mindenki szereti ezeket az állatokat. Igen. És nagyon fontos az mindemellett, hogy megmutassuk ezen keresztül azt, hogy mennyire fontos maga az, hogy figyeljünk az állatokra, mind a négy lábúakra, minden állatra, igaz ez, és a felelős állattartást magunk előtt tartsuk. Te hogy látod ezt, és hogy vagytok ti ezzel a családban, magával az állattartás? Igen, tehát ha valaki kutyát tart, vagy bármilyen állatot, akkor abba bele kell gondolni, hogy ő neki a szükséglete az etetésnél, és annál, hogy tartsuk őt a lakásba, sokkal több. Tehát ő neki kell a napi séta, neki kell a napi igénye arra, ami ő neki a szocializációja, a kiegyensúlyozott levegőn, többi társaival együtt töltött idő. A Burma egy különleges eset a mi életünkben, mert amikor ő hozzánk került, akkor az én munkahelyem teljes mértékben, teljes mellszélességgel mellém állt, és azt mondta az én főnököm, a Cserta János, hogy a Burma bejöhet az optikába az első pillanattól kezdve, és a Burma bent van az optikába minden héten egy délután teljes egészében, és nagyon sok vevőnk, aki kutyabarát, és nagyon sok oldaláról, más oldaláról megismertem egyébként a régi vevőinket, nagyon szeretik. És van, amikor egy család ül a szőnyegünkön, és a Burmában játszik. Tehát a Burmának megvan minden igénye, vagyis minden igénye ki van elégítve, inkább így mondanám, az emberekkel és az állatokkal is, mert egyébként mi reggelente nagyon sokat sétálunk a többi kutyával, kijárunk a tóhoz. Tehát igen, a felelős állattartásnak az a lényege, hogy beilleszd az életedbe a kutyát úgy, ahogy ő neki jó. Ne, ahogy neked jó, mert mi is úgy megyünk nyaralni, úgy megyünk el családi rendezvényekre, hogy a kutyának vagy van helye, ahol van, és vigyáz rá valaki, legyen az a szomszéd asszonyom, vagy bárki, vagy eljön velünk, mert tudjuk, hogy el tudjuk vinni. De amúgy a kutya az megformálja az életedet. Tehát inkább azt mondanám, hogy egy életforma. És hogyha ebbe te nem akarsz, mint kutyatartó, vagy macskatartó komolyan beleállni, akkor ne legyen állatod.
Tehát családtag is, én azt hiszem, nálatok bátran mondhatjuk. Így van, így van. Tehát tényleg, mint egy gyerkőc. És hát akkor... egyébként igen, én mindig azt mondom, mert az utcán is megállítanak minket, és nagyon aranyosak az emberek. Nagyon szereti a gyerekeket, az idegen gyerekeket is, ő nem ijed meg szituációktól, nagyon nyugodtan fogad szituációkat. Igen, az egyébként látható volt, a stúdiótól sem ijedt meg egyébként. Nem, meg a hangoktól sem, nagyon kiegyensúlyozott. És mindig azt mondom, mert mindig, hú, mennyire szeretnének ilyen kutyát tartani, kisgyerekes családok. És mindig azt mondom, hogy abba gondoljon bele, hogy plusz egy gyermek. Őt fürdetni kell, őt meg kell szárítani, hogyha tél van a fürdetés, utána a lábát hát igen, meg kell mosni. Igen. Tehát ő neki reggel este ez benne van a pakliba. Ha mondjuk a gyermekekkel kint játszik a kertbe, akkor nyilvánvalóan még ugye pluszba az is. Tehát, hogyha mondjuk van két gyereked, akkor a harmadik, ha van egy kutyád, akkor az a kutya. Tehát igen, gyere Burma. Hát ez egyébként tényleg így van, meg el is hiszem. Tehát, hogy igen. Nagyon nagy felelősségetek igen. Van ebben nektek állattartóknak. Amúgy fizikai és anyagi is, mert azért meg azt, anyagi is. Azt kifejteném, hogy azért a kutya tartásának nagyon, hát anyagi oldala is van. És ugye, amikor el kell vinned orvoshoz, ugye rendszeresen is orvoshoz kell járni, értem itt a védőoltásokat, akkor most már védekeznünk kell a kullancsok, a bolhák, a szívférgesség ellen, tehát ennek is komoly összegei vannak. Akkor ezekre mind ugye bele kell gondolni, és számítani kell. És ugye, ha nagyon szerencsések vagyunk, már pedig ugye úgy indulunk neki egészségedre, akkor 15 évig legalább ezt csinálod. Abszolút, így ezt van. Ezt 15 évig csinálod. És a kutyatartás, és egyszer olvastam, meg hallottam, mert nekünk Burma második kutyusunk. Igen. Volt nekünk egy Lilink, akinek 14 és fél évig élt. Az utolsó 3 éve elég nehéz volt, és én akkor olvastam egy könyvet arról, hogy ugye egy gyermeket felnevelsz, és ugye ez a gyermek felnevelése, ez egy nagyon szép dolog, mert minél nagyobb, idősebb, annál szebben és magabiztosabban jár az élet útján egyedül. A kutya nem. A kutyának ez pont fordítva van. A kutyának, amikor már ő idősebb, akkor neked kell, hogy az útját vidd tovább, mert beteg, mert jobban igényel. És ugye nagyon sok embernek ez ugye meglepetés az életébe, és nagyon sokan ilyenkor szokták sajnos eldobni az állatot, mert mond, ez pontosan így fizikai, van, és ezért kellene tényleg minél jobban a prevencióra ez felhívnia. Ez egyébként nagyon kevés helyen hangzik el. Igen. Tenyésztők is, aki komoly tenyésztő, ez már ilyen szempont, hogy ezeket a dolgokat azért elmondják, feltárják. Igen, és most már helyeken is abszolút ezzel találkozunk, igen. Az első találkozón már. Hogy ezeket vegyük figyelembe. A tenyésztők ma már nagyon komolyan megnézik ám, hogy kinek adnak kutyát, a komoly, igazából lelkismertes tenyésztők, mert úgy be kell mutatkoznunk ezt, ugye mi annak idején végigjártuk ezt az utat, komolyan mondom, egy ilyen belügyminisztériumi átvilágításhoz hasonlítanám. Önéletrajzot kell magadról írni, a munkádról, milyen a mindennapod, mennyi időd lesz a kutyára, és egyébként mik a terveid a kutyával úgy egyébként, hogy viszont nyaralni, igen, és igen. Ennek a fényébe tüntenek. Tehát, de ez egyre inkább tényleg ebbe a vonalba igen, indul el, és valahol ez egy nagyon-nagyon jó dolog, sőt... Hát pontosan, és a menhelyem látott és tapasztalt mennyiség kutya miatt. Azt hiszem, hogyha nézők ránéznek Burmára, látják, hogy én nem elfogultságból mondom, de hogy egy különleges kutyus, tehát esztétikailag mindenképpen gyönyörködteti a szemünket. Amikor itt Székesfehérváron sétálgattok a belvárosban, vagy a tónál, ahogy említetted, oda mennek egyébként az emberek, igen. Tehát érdeklődnek, hogy milyen típusú. És a másik fontos kérdés, hogy miért pont a tibeti terrier? Érdeklődnek az emberek, mert nem láttak még ilyen kutyát. Aha. A tibeti terrier nagyon ritka. Azért ritka, mert a tibeti terrier tenyésztők nagyon fogják a kutyák genetikai, hát hogy is mondjam, különlegességét, uh-huh. Tehát nincsen fajtán belüli túltenyésztés. Értem, aha. Ezért nincsenek olyan nagyszámú almok, nem születik olyan sok tibeti uh-huh. terrier, illetve Magyarországon nem annyira elterjedt. És itt meg is érkeztünk a kérdésedre, a válaszra, vagyis a válaszhoz, hogy miért éppen tibeti terrier. Nekünk a Burma azért lett, mert nagyon ritka kutyát kerestünk, akinek nincsen túltenyésztése, még csak közelében sem hajlama. A túltenyésztés sajnos betegségeket hordoz magába. A túltenyésztés okán lehetnek olyan bajok, ami végigkíséri a kutyát életén keresztül. Ez nem feltétel, de előfordul. És... Na gyere közelebb, gyere vissza! És ezért lett a tibeti terrier. Amúgy nem volt szándékunkba első körbe, mi nem is ismertük ezt a fajtát.
Hát valóban egy ritka fajtának találom én is. Nem tudom, egy közösségi oldalon felmentünk egy csoportba, és csorgattuk a nyálunkat a Zolival, a férjemmel. Ott csak ilyen fajta kutyusok voltak, és a gazdáik. Hát egyébként itt van apa is, vagy papa is, ahogy ti szoktátok mondani, ugye a mami, igen, meg a papa, mert hogy ugye az egyik kamerának a másik oldalán ő van most itt, hát most pont oda néz egyébként Burmi. Igen. De szerencsére nem zavarja meg a papa jelenlét nem. a stúdióban. Ez a kiállításon is így van egyébként, mert a Zoli ugye ott van, és kameráz, vagy fotóz a ring szélén, és az sem zavarja nem meg. Nem, megszokta. Szóval igen, tehát ezért lett tibeti terrier, amúgy ő nekik nagyon jó az egészségre hajlamuk, nincsen betegségük olyan nagyon túl sok, és nagyon kis masszív jószág. Tehát tényleg csak ajánlani tudom. És családszerűen, most mondom, ha valaki no, a szűrét... No, ezt szerettem volna pont kérdezni most ebben a pillanatban, hogy mennyire javasoljátok a családoknak ezt szerintem a típust. Szerintem egy nagyon jó választás. Aki nekünk féltestvérek testvérek, mert igen, mi, nekünk, mi a Burma 6 kiskutya, illetve 5 testvére van, tehát ő volt a 6., mindenhol gyerekek vannak. Mi vagyunk egyedül, akinek nincsen gyermeke, és egyedül van Burma, de viszont van 6 gyermek a családunkban, akikkel ugye ő érintkezik, tehát mégiscsak vannak gyerekek a környezetében, meg ugye van az unokánk, akivel nagyon sokat együtt van, és ővele is nagyon jól kijön. Tehát ő egy nagyon figyelmes kutya, nem taglózza le a gyerekeket, nem megy annyira bele az aurájukba, megvárja, míg a kisgyerek közelít felé, nem zavarják a magas hangok, nem zavarják a sikítások, tehát ő egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott kutya. Így, hogy ez abszolút teljes mértékben családcentrikus. A szőrére megint visszatérnék. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ha valaki tibeti terriert választ, akkor bele kell állni abba, hogy fodrászhoz kell vinni. A szőre az ugye nem hullik hipoallergén. Igen, igen. Ezért igen. a szőrét ajszőr kiszedéssel kell ugye eltávolítani. Ezt otthon meg lehet tanulni, elmondanám, több fésülye van, mint nekem. Több hajápolási cucca van, mint nekem. Akkor te már megtanultad, ebben biztos vagyok. Két ilyen kosárnyi fésülye van, kefé. Igen, minden van neki. A hajfixáló sprétől a spré, minden, mert hogy ő neki nagyon, nagyon szükségszerű. Tehát ez az egyetlen egy olyan dolog van, amit azt gondolom, hogy lehet, hogy van, aki kellemetlenségként él meg, de azt is tudni kell, hogy ha levágják a tibeti terrier szőrét, akkor teljesen elveszíti ezt a bohókás, amúgy személyiségéből adódó ilyen kelekótya szőrét. Ha már a személyiségéről beszélünk, ugye a neve sem véletlen, amit nem. kapott. Igen. Mert ugye a Burma, az ősi burmai buddhista civilizáció emlékeinek a földje, hogyha igen. ugye lehet így mondani. Igen. Ez a mai Megyeri Zoli kollégámtól és a te kedves férjedtől éppen a ma reggel kérdezte meg, hogy jól lejtjük-e ezt, és akkor kijavított, hogy Myanmar, ugye ez a mai Myanmar. Innen jött a neve, nem is volt kérdés, hogy ezt a nevet kaphassa, mert hát ugye Ázsiáról. Ők onnan származnak, tehát ugye a Burma az azért jött, mert ugye a Tibetből jött tibeti terrier, ugye ők nem csak a nevükben tibeti terrierek, ők Tibetben élnek, igen. ugye az ősi földjük ez, a tibeti szerzeteseknek az egyik kutyájuk. Önnáluk ez úgy volt, hogy a szebbek és a mutatósabbak voltak bent a lámáknál, mint ilyen közösségi személy, kutya. A többiek pedig kint voltak, akik annyira nem voltak kedvesek vagy barátságosak, a falka környékén, az állatok környékén, ők jelzőkutyaként működtek, mert ugye ott van a tibeti masztív még, amelyik pedig a védelmezője volt az állatoknak, akiket ott tartanak. Nem tudom, most kecske vagy nem tudom, tehát amit igen, ugye Tibetben. Igen. És a tibeti terrier tehát teljes mértékben onnan származik. A Burmát pedig mi tenyésztünk, ahol Burma született, Tatabányán, onnan származik Burma, ott egy tenyésztünk, a Schwab Évi egyébként, ha mondhatom a nevét, ő a mi nagymamánk, a nagymama, és ő adta ezt a nevet tiszteletből. Tiszteletből megváltoztathattuk volna mi a nevét, de annyira úgy gondoltuk, hogy annyira illik hozzá, olyan kis... A 6 kutya közül ő volt ez a nyugalom, hogy ült, elgondolkodott, a többiek játszottak, és ő is rossz volt, meg ő is tényleg mindenben benne volt, de olyan máshogy. Más volt. Más volt. Most a mai napig ilyen. A mai napig ilyen. És hát így burmai maradt. A kiállításokon is mindig megjegyzik a bírók is, hogy nem találkoztak még tibeti terrierrel, akinek burma neve.
De jó, ez igen. Is különlegességetek. És ben vagyunk külföldi ilyen csoportokba is, tibeti és senkinek nincsen Burma nevű kutyája, senkinek. Ha már említetted a kiállításokat, akkor egy kicsit evezzünk ezekre a vizekre, mert hogy Burma nem csak szép, hanem nagyon ügyes is. Igen. És gyönyörűen vonultatják fel ezek a bizonyos zsűritagok, az elnökök, vagy például a mostani dínyési versenyen is az a személyzet, akivel aztán majd mindjárt láthatják is a nézők a képernyőn is, hogy kikkel is vonul fel a Burma. Milyen versenyeken jártatok, és most ez a dínyés, ez pontosan milyen volt? Ez volt ugye a legutóbb. Igen, dínyésen az Ábe Klub kiállításunk volt. Aha. Az ázsiai törpe kutyák, ami pontos klubunk neve. Ugye ez is ugye csatolás az ázsiai kutyákra, mert ugye hát Burma egy ázsiai származású kutya. És most elbújt a fotel mögé. És ez a klubkiállításunk jellemzően dínyésen minden évben megrendezésre kerül. Azért mondom, hogy jellemzően, mert mi még nagyon az elején vagyunk ennek az egész dolognak, a harmadik kiállításunk volt ez a dínyési, és aki felvezette, az a Burmának, az apukájának a tenyésztője, a Márton Zsuzsa. Ő neki egy kennelje van, ő Csobánkán él, és ő egy kutyatenyésztéssel, tibeti terrier tenyésztéssel foglalkozó hölgy, és annyira megtisztelt minket azzal, hogy az amúgy nem vagyok annyira tökéletes felvezető munkámat, ő most kivette a kezemből, illetve hát én átadtam neki ezt a dolgot, hogy legyen olyan kedves, és akkor vezesse fel a Burmát. Igen, ezt láthatták is az előbb igen, a nézők. És a Burmának ez a sikere, ez igazából a Zsuzsának is köszönhető, mert ő nagyon profi. Ő nagyon, tehát ő neki ez a vérébe van, ő neki ez az élete. Igen, igen, mondhatjuk igen, ez így látszott, mert hogy videókat igen, is láthatunk igen, erről. Igen, igen, ő egy nagyon profi felvezetést mutatott be a Burmával. Nyilván ehhez kellett a Burma is, de igen. Sikeres volt nagyon ez a mostani kiállítás. Hogy néz ki egy ilyen kiállítás egyébként? Hogy kell nekünk elképzelni? Hát ez a két kiállítás volt, az egyik a klubkiállítás, amin mi nem indultunk, és a speciál kiállítás volt a másik. Két egymással párhuzamos ring, amit el kell képzelni. Mind a két ringbe felvonulnak azok a kutyák, akik ugye erre a kiállításra regisztráltak. Úgy kell elképzelni, hogy vannak különböző nemű és különböző korú kutyák, és ezekbe a kiállítási nevezési státuszokba lehet ugye a kutyádat indítani. Például a Burma egy nyílt kategóriába indult kan kutya, és ő neki volt ebbe egy konkurenciája, egyébként egy nála pár hónappal idősebb kiskutya. Ő volt a mi konkurens kutyánk, akivel ugye a Burma konkrétan megmérkőzött. Abba a kiállítási körbe a Burma lett az első. Az egyik ilyen kis ezüst serlegünk azonnan van, ott ő a speciál winner győztes lett. Igen, de hogyha mondjuk 3-4 kutya van bent, akkor is ugye különböző díjakat lehet ugye elnyerni, első, második, harmadik helyezést. Majd amikor ugye ezzel a kiállítással mindenki megtalálja ugye az első, második, harmadik helyét, akkor utána van egy olyan összevetés, ami a fajta összevetés, ahol lányok, fiúk, kutyákat, a legszebbeket kiválasztják abból a fajtából, ami igen, ugye például igen, ugye tibeti terrier a Burma. És onnan kaptuk ezt a kis emléktáblát, ami itt látható az asztalon. Igen, ezt látják ez a, is most igen, a ebben Burma lett a kiemelt férfi kutya. Igen. Aztán volt egy olyan, amit nem tudom, hogy bejátszásba megmutattok-e, ahol csak a fiúkat hívták be, tehát a korosztálytól függetlenül minden fiú tibeti terriert, aki ebbe a speciál kiállításban szerepelt, és ott is kiválasztották a legszebbet, és ott is Burma lett a legszebb. Ott volt 3 különböző korú kutyus, volt egy nála idősebb, és volt egy nála fiatalabb. Ez ugye mindig attól függ, hogy hány kutya és milyen korúak neveznek. Igen. Úgyhogy egy kiállítás úgy épül fel, hogy különböző, mi ugye a 9-es fajta csoport vagyunk, nem tudom, hogy... Az mit jelent? Az pontosan? Azt jelenti, hogy az ázsiai törpe kutyák, igazából a 9-es fajta csoport egy jó nagy számú kutya fajtát ölel magában. Ide tartoznak a kínai mesztelen kutyák, ide tartoznak a sicuk, a tibeti terrier, a lazapszó, tehát olyan kutyák, amik ebből az ázsiai világból kerültek. Világból. És
nem akarok ám kihagyni senkit, de csomó kutya fajta van, bison, cvetnabolónka, tehát vannak itt ugye... Nagyon sokan vannak akkor ebben, és azért gondolom sok csoport sokan, is van. Így van, és mégis, hogy tényleg ennyi kutyából ennyiszeres siker, és hogy ő ezeket mind elérte, illetve hát ti közösen, mert ehhez ti is kellettek. Igen, kellünk mi is, bár mint mondtam, ugye én nem vagyok annyira tökéletes, sőt, nagyon tanulom, mert ez nem annyira egyszerű. Én azt gondoltam, hogy jó, befutok, futok egy kört, és kijövök. Jó, hát ez is nem. Nyilván egy tanulási folyamat, igen, abszolút. Abba gondoltam bele, hogy amikor például korcsolyát nézel, nézed a műkorcsolyát, és azt gondolod, hogy fú, de jó, korcsolyázik, milyen szép ruhába van, milyen gyönyörű, nem esik el, és akkor úgy élvezed a mozdulatait, és kijön, fú, ez milyen egyszerű. Uh-huh. Hát aha, ő valószínűleg egész évben azt gyakorolta, amit neked ott negyed órát megmutat. Igen. A kutya, a kiállítás ugyanez, neked fel kell öltöznöd, meg kell csinálni úgy magadat, hogy tehát, hogy ne te mutassál, mert nem ez a lényeg, de ne zavarjon meg semmi, ne essen szét a hajad, ne essen le a szemüveged, ne gombolódjon ki az inged, hogy a kutyára tudjál koncentrálni. És abban a pár percben, amíg ugye a bíróknak meg kell mutasd a kutyát, a legjobb oldalát tud mutatni, mert igen, nem persze, számít hát más, érthető. Csak az. Aztán meg még az számít, hogy amikor felrakják az asztalra, biztos láttátok, akkor ugye őt azért tapogatják meg, hogy tényleg, az anatómiai adottságait megnézzék. Megnézik azt, hogy milyen a gerince, megnézik milyenek a csontjai, megnézik a szögeléseit. Ez egy olyan hülye szó, de amúgy a gerincének és a lábának bezárt szöge, ugye, ami a szögelések, tehát egy tibeti terriernek kockának kell lennie. Asztal. És ugye ilyen szempontok alapján mindenfélét megnéznek. Megnézik a fogát, tehát a mindenki turkálnak a fogába. Megnézik a szemét, akkor a füleit. Az, hogy hogy áll a farka. Cukik a nénik az utcán, mert azt hiszik, hogy masnit nem kötök, de hogy szalagot kötök a kutyafarka. Hogy azért áll így, nem azért áll így, a burmának azért áll így a farka, mert így született, és ő neki nagyon szépen áll a farka. Tehát gyönyörű, amikor... szép, tényleg a képeken is, igen, láthattuk, igen, meg hát ezeket is a kollégáknak megnézzük. Mindig hozza be a Zoli a gyönyörű fotókat, tehát igen, látjuk, és tényleg olyan, abszolút az egész kutya olyan, minthogyha minden nap pucba lenne vágva, de nem, ő alapvetően ilyen gyönyörű. És az, aki szép, az reggel is szép. Igen, bár a titokám az, hogy mi 3 hetente fodrászhoz járunk. Persze, nyilván van nekünk egy nagyon szuper fodrászunk, egy egyébként klubtag, ő hála Isten, hogy itt van Fehérváron, és akkor így 3 hetente elvonulunk hozzá, egy pusztán 2,5 óra kanyarra. És nekem nem is tudom, mennyire este élvezi ezt ő ilyenkor. Hagyja? Tehát... Amikor a burma ekkora volt, már akkor mondta nekünk a tenyésztő, hogy próbáljuk azt elérni nála, hogy a fürdőkádban benne legyen. És minden séta után mi azt szoktuk mondani, hogy utcai cipővel nem jövünk be a lakásba. Ugye itt a belvárosban élünk. A város nem lehet kiiktatni azt, hogy ugye van, ami kosz a többi kutyától nyáron a melegbe. Nem jó, ha beviszi az ember a kutya szőrén a lakásba, bármit hazaviszel, és az ugye baj, tehát megszokta, hogy mi utána fürdünk, lábat mosunk, és akkor ugye ezzel... Meg van otthon a rend, ez egészen jól látszik. Megszokta, hogy akkor ő fürdik, úgyhogy neki kiskora óta ez teljesen, teljesen jól működik. Meg a hajszárító is, meg mint mondtam, a 32 darab fésű. Évi, milyen célkitűzéseitek vannak a közeljövőre nézve? Vannak-e még álmaitok, versenyek, amin mindenképpen szeretnétek ott lenni, olyan kiállítások? A burmának a magyar sampion kiállítási cím az elért eredmények csúcsa. Mi, hogyha azt elérjük, akkor nekünk ez teljesen tökéletesen megfelel, mert az a felnőtt kutyának a legmagasabb elért díja Magyarországon. Persze ezt lehet fokozni, és lehet többször is elérni, de nekünk az a meglátásunk, hogy nem szeretnénk mi állandóan ezt Burmával csinálni. Szereti, de nem szeretnénk ezt annyira nagyon túl misztifikálni. Külföldi kiállításon még nem voltunk. Épp ezt szerettem volna. Európa kiállításra szeretnénk elmenni ősszel. Erre már tettünk lépéseket, úgyhogy most az a legnagyobb célunk, hogy ügyesedjek én, jobban vezessem fel a kutyát, és mutassam meg, tanuljam meg megmutatni. Tehát igazából a célunk az, hogy tanuljak, és hogy megmutassuk úgy a burmát, amilyen szép ő. Mert ugye ez rajta múlik úgy 50%-ba. Évi, a műsor vége felé közeledve, van-e benned olyan gondolat, ami megfogalmazódik akkor, ha még így a műsor elejére visszatérünk, mint felelős állattartó? Mit üzensz nekünk, mindnyájunknak, minden fehérvári televízió nézőnek akkor, hogyha felelős állattartásról van szó? Hát
Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen fajta kutya. Én is jártam a menhelyen, én is szerettem volna onnan kutyát. Nem úgy hozta a sors, ez így alakult. De én szerintem, ha bárki bármilyen kutyát, állatot tart, akkor szeresse annyira, mint amennyire önmagát, és akkor nem lesz ebben probléma. Én mindig azt szoktam mondani a kutyámnak, hogy ha csak tized annyira szeretne mindenki egy állatot a környezetébe, akit tart, akkor nem lenne baj. Tehát én mindig ezt mondom a Burmának, mert lehet, hogy én egy kicsit szélsőséges vagyok, aki ismer, azt gondolja, hogy tudja, milyen vagyok, de igen, akkor nem lenne ennyi gond, meg nem lenne ennyi, amit látunk a világban. Könyv szökött a szemedbe. Hát igen, mert én is most már sajnos szelektálok, mert nem tudom azt a sok mindent. Tényleg nap mint nap kutyákkal, macskákkal szembesülsz, állatokkal, teljesen mindegy. Mi szoktunk hazavinni sünt, mi vittünk már haza kis madarat. Például a Burmának, amikor picike volt, nem tudom, az év az olyan volt, hogy mi mindig fiókát vittünk haza. Találtunk fiókát, beraktuk otthon a madáretetőbe, akkor ugye kértük a segítséget szakembertől, ugye van itt a környéken, úgyhogy meg nálunk is laknak madarak az udvarba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy járjunk nyitott szemmel a világunkba, és mindenféle állattal szembe szerintem próbáljunk meg egy kicsit hát emberséggel bánni, mint magunkkal. Tehát én mindig azt mondom, hogy gondoljunk végig, hogy ha mi lennénk fordítva, és lenne nálunk egy nagyobb lény, akkor mennyire tudnánk kiszolgáltatva jól érezni magunkat. Főleg, hogyha mondjuk még ráadásul bántanak is, úgyhogy. Ja, én azt gondolom, hogy egy kicsit szerintem mindenkinek jobban kellene figyelnie. Máshogy. Azt gondolom, hogy nagyon súlyos szavakat használtunk, és most a szó jó értelmében mondom, és csak abban bízom, hogy tényleg azok a nézők, akik néznek minket, és láthatták, hogy már tényleg több olyan műsorunk is volt, akár híradásban, akár a magazinjainkban, ahol állatokkal foglalkoztunk, mert szerintem ez mindig egy nagyon fontos témája a médiának, mert talán mi is valamelyest tudunk hatni az nagyon emberekre. Nagyon sokat tudtok segíteni, persze, mert én szerintem leginkább egyébként a közvetített információk, amik ugye, hát gyerekeket, tehát ha egy társadalom úgy szocializálódik, hogy erre érzékenyítve van, kiskorban már, akkor sokkal-sokkal többet lehet elérni felnőtt korban is. Tehát ez szerintem így teljesen egyértelmű. Nem vagyok ebbe szakember, csak azt gondolom, hogyha a családodon belül én úgy nőttem fel, kicsi gyerekként kacsa, liba, tyúk, minden volt. És akkor az ember ezt meg tudta tanulni, hogyan kell kezelni, igényei vannak. Nem hagyom kint 40 fokban a melegbe. Adok neki inni, adok neki enni, szedek a mamával neki gazt, füvet, viszek neki bármit. És akkor ezek úgy az emberbe rögződnek. Gyerekként is ilyen voltál már? Igen. Egyébként hogy emlékszel arra? Hát, gyerekként voltak akkor állatok? Tehát, én hogy... Maroshegyen nőttem fel, igen, és nekem igen. A nagyszüleim, a maroshegyi, tehát az édesapám maroshegyi, most is ott élnek a szüleim, tehát én ott nőttem fel, és a nagypapámnak mindenféle állata volt. A némakacsától elkezdve a libáig minden. Születtek kis csibéként, láttam, hogy a tojásból kibújik a pipi, én tudtam, hogy a pipi az nem a fagyasztószekrényből jön elő. Nekem a mama feladatokat adtak, ugye gyerekekként, hát nyilván nem nagy feladatokra gondolj, de persze. Szedtük a tyukurt, a család, a kacsának, akkor voltak disznóik a szüleim. Tehát ebben nőttél bele tulajdonképpen. Igen, az állattartás legfontosabb szegmenseinek. Szerintem ez teljesen jó, mert gyakorlati tapasztalataid alapján, tehát hogyha jó, már nem, mert már ugye elmúlt ez az idő, senki nem tart már állatot hát a családomból. Tényleg, igen. Ugye a nagyszüleim már nem élnek, de a szüleim meg már annyira felgyorsult a világ, hogy ezekkel ugye nagyon már nem foglalkoznak, nincs rá idejük, de ha kellene, akkor meg tudnám oldani. Abban azt nem mondom, hogy nagy örömmel tenném azt, amit a mamám tett a kakassal, meg a csík, de nem ijednék meg tőle. Tehát én így nőttem fel. Ja. Évi, én nagyon-nagyon köszönöm ezt a mi köszönjük, hogy meghívtál minket. Őszinteséget. Köszönöm szépen. Nagyon meg köszönöm. Köszönjük, hogy Burmára gondoltál. Ugyan most elbújt itt a... Elbújt, de nem baj, az előbb úgy is láthatták a nézők. Most is látják, mert a papa megmutatta. Úgyhogy látjuk. De. Szerintem egy köszönjük. Kicsit elfáradt egyébként ebben a beszélgetésben, de nem baj. Nem baj, nem, nem baj, baj, nem baj, nem baj. Köszönjük szépen, hogy meghívtál minket. Én köszönöm nektek, és azt a felelős állattartáshoz való hozzáállást, amit bízom benne, hogy kamerákon keresztül át hát én nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha tettünk hozzá ehhez a törekvéshez valamit.
Köszönöm szépen. Évi. Köszönöm. Nézőinknek pedig a figyelmet köszönjük, mert én azt gondolom, hogy értékes és érdekes beszélgetésnek lehettek szemtanúi. A vendégem Megyeri Éva volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.